belebeszélni a mikrofonba, hogy hallja. A szovjet kínai szakítva, a végén fogok majd képeket mutatni, illusztrációként, itt közben nem fogom nyomogatni, úgyhogy a gyönyörűen nem lehet. Tehát a szovjet kínai szakítás döntő változást hozott a kapcsolatok alakulásában. Számos tényező összjátékra eredményezte a szakítást. Többek között a két ország világpolitikai helyzetének, befolyásának és tekintélyének különbsége, kínai belpolitikai jogok, másik lépéseinek vagy elképzeléseinek információhiányból származó, vagy kommunikációs problémákból adódó félreértelmezése, vagy ahogy az a felszínen megjelent Hruscsov és Mao Tse-tung személyes ellentéte. Végső soron azonban a hagyományos kínai, Kína központú kínai világkép volt az, ami egyszerűen nem fért össze a hidegháború logikájával, amelyben csak két tábor létezett, élükön a két szuperhatalommal. Előadásomban a szovjet-kínai szakítás három dimenzióját tárgyalja. Az első az ideológia szerepe a kapcsolatok megromlásában, a második a két ország konfliktusának valódi oka, a kapcsolatrendszer egyenlőtlen volta, a harmadik pedig a szovjet ellenség szerepe a kínai belpolitikában. A szovjet-kínai viszony megromlásáért elsősorban Kína és Mao Tse-tung felelős. A történet középpontjában Mao-nak a Kínán belüli és a nemzetközi kommunista mozgalomban betöltött vezető szerepért folytatott küzdelme áll. Elsősorban Mao tevékenysége és helyzete határozta meg a szovjet-kínai viták folyamatát és kimenetelét. A kapcsolatok megrontásában Kína játszotta a kezdeményező szerepet, és az összeomlás folyamatát is elsősorban Peking irányította. Ezért az előadáson főként Kínával és Mao Tse-tungval foglalkozik. A szovjet-kínai vitában két félnek más-más eszköz állt a rendelkezésére, nyomás gyakorlással. Hruscsov a hadsereg erejében hitt, míg Mao főfegyvere kellő katonai és gazdasági erő hiányával a szó volt. Mao 1949-re a kínai forradalom első számú teoretikusára lépett elő, és Sztálin halála után a nemzetközi kommunista mozgalommal akarta elfoglalni ugyanezt a helyet. Mao tehát a szovjet vezetés és személyesnek Hruscsov ellen folytatott hatalmi harcát ideológiai köntösbe bújtatta. Az ideológiai viták először az SKP 20. kongresszusa után kerültek felszínre, és három kérdés, Sztálin megítélése, a háború elkerülhetősége és az imperializmussal való békés egymás mellett élés kérdése köré összpontosultak. 1957-ben a versengés a gazdasági fejlődés sebességét érintő barátságos nagyotmondó versenyen folytatódott. Hogy a gazdaságfejlesztés elmélete körüli viták mennyire csak a kínai retorikai fegyvertár részei voltak, azt az bizonyítja, hogy 1959 után a nagyugrás katasztrofális kimenetelét követően Mao többé nem használt gazdasági érveket a szovjetokkal folytatott polémiában. Amikor Mao már nem hivatkozhatott a kínai gazdaság sikereire, és nem mondhatta, hogy az ugrásszerű fejlődésnek köszönhetően Kína elő fog eljutni a kommunizmushoz, mint a Szovjetunió, retorikájában jól megfigyelhető váltás következett be. A Hruscsov szocialista táborban betöltött vezető szerepét megkérdőjelező érvrendszerében ezután már nem a gazdaságfejlesztés elmélete kapta a fő hangsúlyt, hanem az imperializmushoz való viszony és a világforradalom helyes útja. Egészen Mao Tse-tung 1976-ban bekövetkezett haláláig, ez maradt a szovjet-kínai nézeteltérések központi kérdése. Mao különleges tehetséggel volt képes a propagandát saját céljai érdekében felhasználni, ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy más eszköze nem volt, sem katonai, sem gazdaságvédelmi említettem, amivel nyomást gyakorolhatott volna ellenfeleire. Az ideológiai háború volt az egyetlen járható út ahhoz, hogy elérje célját, vezetőszerephez jut Kínában, és vezetőszerephez jut a Kínának a világpolitikában. Véleményem szerint a Mao és a szovjetek közötti elvi nézeteltérés manipulatív jellege kezdetektől tapintható. A szakítás eredője ugyanis a szovjet és a kínai világkép közötti különbség, valamint a felek hasonló vezetői ambíciói és egyenlőtlen helyzetek közötti ütközés. Peking éppen a viszony egyenlőtlen volt, amiatt nem érezte jól magát a szövetségben. A szovjet-kínai viták jellegét, módszereit és kimenetelét azt határozta meg, hogy Peking nem fogadta el a fiatalabb testvér státuszt. Kína korábban évszázadokon keresztül a civilizált világ közepe volt. Itt a 19. század közepén megszégyenítő vereségeket szenvedett el az imperialista hatalmaktól. 1949-ben a Kínai Népköztársaság megalakulásakor Mao kijelentette, hogy a kínai nép talpra állt. De rögtön azt is hozzátette, hogy a hatalmas, bátor és szorkos kínai népnek meg kell szabadulnia a külföldi elnyomástól. Az egyenlőtlenség és a kisebb rendűség érzés kibékíthetetlen ellentétben áll a központiságban és a kulturális felsőbbrendűségen alapuló hagyományos kínai irányzattal. 1956-57-ben Mao ezért akarta megnövelni Kína befolyását a szocialista világban, 1956 végén
kínai népköztársaság ezért kérte arra a Szovjetuniót, hogy tegye lehetővé a külpolitikák jobb koordinációját, az információ cserejavítását, valamint a szovjet és kínai vezetők közötti személyes kapcsolatok erősítését. És a 60-as évek elején Mao ezért jelentette ki, hogy a kínai népköztársaság sosem adta meg magát, és hogy a Szovjetunió nagyhatalmi sovinizmusának sem fog behódolni. Pedig a Szovjetuniónak is szüksége volt, vagy lett volna Kínára. 1949 nyarán, amikor Mao Zedong meghirdette az egyoldalra hajlás politikáját, a párt második számú vezetője, Liu Shaoqi, Moszkvában többek között abban állapodott meg Sztálinnal, hogy miközben a Szovjetunió marad a nemzetközi kommunista mozgalom központja, Kelet-Ázsiában a világforradalom irányítása a kínai kommunista párt feladata lesz. 1956. november 4-e után a szovjetek a kínai elvtársaikra is számítottak az új magyar hatalom megszilárdításában. Hruscsovnak szüksége lett volna Kínára az imperializmus ellen folytatott küzdelemben is. A gondot az okozta, hogy a szovjetek természetesen csak úgy tudták elképzelni Kína részvételét az antiimperialista egységfrontban, hogy a küzdelem irányítója Moszkva legyen. Ez pedig egyre elviselhetetlennek bizonyult Peking számára. Ilyen körülmények között a szovjeteknek azt kellett megfontolniuk, hogy megérjen nekik a Kínával fenntartott együttműködés, ha az a többi kötelezettségük rovására megy. Később pedig az volt a kérdés, hogy Kína hajlandó vagy egyáltalán a Szovjetunióval való kapcsolatok fenntartására. A szovjet elkötelezettséget példaként említhetjük a Kínának nyújtott támogatást. 1949-től a Szovjetunió tanácsadókkal, szakértőkkel, technológiával segítette a szocializmus kínai építését. A szovjet támogatásra épült ki a modern kínai nehézipar és az oktatási rendszer, fejlődött a haditechnika. 1960 nyarán, amikor a két ország viszonya már elmérgesedett, Hruscsov bejelentette, hogy a Szovjetunió visszahívja minden Kínában dolgozó szakértőjét. A szovjetek azonban annak ellenére sem állították le a kínai iparnak kötött támogatásukat, hogy Peking egyre konfrontatívabb politikát folytatott a Szovjetunióval szemben. Végérvényesen csak akkor álltak le a beutazások, amikor 1960. októberében a kínai népköztársaság egyoldalúan felfüggesztett minden szerződést. Sőt, a szovjet katonai segítség még tovább folytatódott. A Szovjetunió még 1962-ben is küldött tervrajzokat Kínának az új MiG-21-es vadászgépeiről. 1962 nyarán a szovjetek az otthoni élelmiszerhiány ellenére egy kölcsönszerződés keretében gabonát és cukrot kínáltak Kínának. Moszkva mindaddig támogatta Pekinget, amíg azt nem érezte, hogy a megbízhatatlan kínaiaknak nyújtott segítség saját érdekeit és más kötelezettségeit fenyegeti. Az 50-es években Mao erősen függött a szovjet segítségtől, ezért kisebb volt a mozgástere az erősebb szövetséges által meghatározott keretek között. Ennek következtében a nemzetközi kapcsolatokban vitt helyes vonal kérdése nem került a szovjet-kínai nézeteltérések középpontjába. A 60-as évekre azonban, amikor Mao már rájött arra, hogy a szovjet támogatás nem elengedhetetlen saját céljai eléréséhez, egy percig sem magozott, hogy feláldozza azt. Ekkor 1962-ben kezdte nyíltan hirdetni, hogy Kína központi helyet kell, hogy elfoglaljon a kommunista világban. Amint említettem, a szovjet-kínai nézeteltérések ideológiai alapja a békés egymás mellett élés volt, általában az imperializmussal és különösen az Egyesült Államokkal. Ennek hátterében az áll, hogy az enyhülés politikája a Szovjetunió számára fontosabb volt, mint Kínának. Ennek azonban nem elsősorban ideológiai, hanem stratégiai és gazdasági okai voltak. A szovjet vezetésnek érdekében állt az Egyesült Államokhoz történő közeledés, mivel a hidegháborús ellentét a fegyverkezési verseny jelentősen megterhelte a szovjet gazdaságot és a lakosságot. Kína számára ugyanakkor az Egyesült Államok fenyegetést jelentett, egyrészt közvetlen biztonsági szempontból, másrészt azért, mert hozzájárulhatott az ország tartós megosztottságának fenntartásához. A nemzeti szuverenitás és a területi integritás elérése a kínai kommunista párt számára a legfontosabb, az állampárt hazai és nemzetközi legitimitását alapjaiban meghatározó célok közé tartozott. A kínai vezetés nem tekinthette Kína nemzeti érdekeit szolgáló lépésnek az ahhoz a nagyhatalomhoz történő közeledést, amely katonákat állomásoztak Tajvanon és máshol Kína közvetlen szomszédságában. Hruscsov tehát két egymásnak ellentmondó stratégiai célt egyszerre akart elérni, fenn akarta tartani a partneri kapcsolatot az egyre megbízhatatlanabb, de továbbra is antiimperialista kínaiakkal, miközben az enyhülés politikáját akarta érvényen mutatni a Szovjetunió fő riválisával, az Egyesült Államokkal. Mao ugyanakkor a szovjet-amerikai közeledésből azt a következtetést vonta le, hogy a szovjet-kínai szövetség többé semmiféle haszonnal nem jár a kínai népköztársaság biztonsága és gazdasági fejlődése számára. Mao a szovjet ellenességet eszközként használta a belpolitikai harcaiban is. Sőt, tovább megyek.
szovjet-kínai szakítás kulcskérdése, hogy maguk belpolitikai céljai elérése érdekében segítette elő a szovjet-kínai viszony megrablását. Vagyis a szovjet-kínai szakítás abból ered, hogy Mao 1956 után saját hazai hatalmi pozíciónak erősítése érdekében hajlandó volt kockára tenni a szovjet-kínai együttműködést is. 1962-re Mao már úgy érezte, hogy a partnerség ellenőrzött összeomlása nagyobb haszonnal kecsegtett számára, mint a Moszkvával fenntartott kapcsolat megújítása. Ekkorra a szovjetek, vagy a Romániához hasonló kívülállók bármiféle arra irányuló kísérlete, hogy véget vessenek az ideológiai támadásoknak, kudarcra voltak ítélve. A revizionizmus elleni harc, a szovjetek és szövetségesei kritikája valójában Mao kínai kritikusai ellen irányul. Az elnök számára a kelet-közép-európai pártokkal való konfrontáció az 1962-63 folyamán lezajlott pártkongresszusaikon, és az 1963-64-ben lezajlott szovjetellenes polémia ugyanazt a belpolitikai célt szolgálta, mégpedig a nyomást gyakoroljon hazai ellenzékére, hogy megerősítse saját fenyegetve érzett hatalmát. A Szovjetunióval kapcsolatban a kínai sajtóban megmutatkozó hangnemváltások, egyszer az ellentétek hangsúlyozása, másszor inkább a közös pontok kiemelése, a belső hatalmi egyensúly függvényében alakultak. Maónak a kapcsolatok megrontásában betöltött kulcsszerepét az a tényük bizonyítja, hogy 1961-62-ben, amikor az elnök átmenetileg meghátrálásra kényszerül, vezetőtársai felismerték, hogy szükség van a külpolitika radikalizmusának csökkentésére, és sokkal békülékenyebb hangot ütöttek meg. Mao 1962 nyári visszatérése azonban egyben az ideológiai radikalizmus visszatérését is jelentette. Az új jelszó a Fanciu-Fanciu, a revizionizmus elleni fellépés külföldön és a revizionizmus terjedésének megakadályozása otthon volt az első alkalom, amikor a kül- és belpolitika nyíltan és közvetlenül összekapcsolódott. Mao tehát politikai és ideológiai eszközként használta a Tussóval szembeni elégedetlenségét arra, hogy támadja a reformer Liu Shaoqi-t és Deng Xiaopinget. A kínai vezetés reformszárnyának 1962-es veresége döntő fordulatnak bizonyult, ahonnan azután egyenes út vezetett a kulturális forradalomig. Tussó 1964-es leváltásának legfontosabb kínai belpolitikai következménye a Mao ellenzéke elleni üldözések megindulása volt. A szovjet vezető bukását követően Mao beszédeiben és írásaiban rendszeresen összekapcsolta a belső ellenzékét és a szovjet revizionizmust. Ahogy a képeken látni fogjuk, Hruscsov személyét is. Sőt, a szovjet-kínai pártkapcsolatok 1966. márciusi végleges megromlása is belpolitikai célokat szolgált. Az egyre konfrontatívabb szovjetellenes kínai külpolitika szoros kapcsolatban volt a nagyproletár kulturális forradalom kibontakozásával. Ez viszont már Hruscsov hatalmán túlnyomó időszakot jelent, és szeretnék a végén egy kár képet mutatni, ezeket illusztrálja az elmondottakat. Itt 1949. október 1-én a Tiananmen, tehát a megyei béke kapujának erkélyén Mao Tse-tung bejelenti a kínai népköztársaság megalakulását. Itt Sztálin kultuszának és Sztálin tekintélyének egy jó példája a 1949 nyarán Budapesten megtartott vit, ahol a kínai delegáció Sztálin képével vonult. Itt Mao első külföldi útja 1949. decemberében Sztálin 70. születésnapjára látogatott el Moszkvába. Bal oldalon a moszkvai kép látható, jobb oldalon pedig egy olyan festmény, amely a Kínai Nemzeti Múzeumban az ember, hogyha belép, akkor van egy nagy kiállítóhelység, a központi helyet ez a kép foglalja el. Tehát itt a nagy találkozás a képnek a címe, látjuk, hogy Sztálin egy picit előrébb van, mint Mao, de a vállai, nézzék meg, azok teljesen egy szinten vannak. Ez egy 1951-es kép. Azután a szovjet segítségre néhány propaganda poszter 1951-53-ból a Szovjetunió haladó tapasztalatainkból tanulva építjük hazánkat, a szöveg. És ez itt pedig már a kínai kommunista párt honlapjából származó kép. Látjuk, hogy a viszony az megváltozik, tehát az ábrázolás az megváltozik, Mao megvelegeti az öreg vállát, és látszanak a méretbeli különbségek is. Itt
olyan személyes történetekre nem tértem ki az előadásomban, talán ez mindenki előtt ismert, amikor Hruscsov 1958-as pekingi látogatásán Mao Tse-tung az uszodában fogadta Hruscsovot, és tudomáról volt, hogy Mao jó úszó, hírében át nagyon jó úszott. Hruscsov viszont nem nagyon tudott úszni, úgyhogy egy ilyen nagy gumi belsőt fújtak föl neki. Nem volt nála fürdőnadrág sem, úgyhogy egy klokatjába ugrott bele a ízbe, és ott próbált viccélni, miközben Mao-t körözött körülötte, és meglehetősen kellemetlen helyzetben úszta Hruscsovot. Itt az 56-os 20. kongresszusról egy kép, a kínai delegáció vezetője Csuta volt, és az egy Hruscsov mellett látható Hruscsov jobbján Csuta. És az egy meglehető sértés volt a kínaiak számára, azt úgy élték meg, hogy előre Hruscsov őket sem tájékoztatta a most beszédének a tartalmáról, és a szöveget később sem kapták meg közvetlen az SKP-tól. Itt, ahogy a szövegben is utaltam rá, 56. november 4-e után Kína segítsége a Kádár rendszer konszolidálásában rendkívül jelentős volt. Itt Chou Enlai 1957. január látogatásáról látható egy kép, ahol egy pártaktívában vett részt itt Budapesten, egy napot töltött Budapesten. Aztán ez már egy propaganda poszter a nagyugrás idejéből, a népi kommunák létrehozását propagálja ez a plakát, itt a sárkány hátán jutnak el a földi paradicsomba. Ez már az ideológiai viták kirobbanásának az ideje, 1960, az Éljen a leninizmus című kiadvány, ahol a Szovjetunió kritikája már nyilvánosságra kerül. Ez 1963-ból való kép, ahol a kalapos ember Liu Shaoqi mellette az alacsony Teng Xiaoping. Teng volt a kínai delegáció vezetője Moszkvában, Kádár is egyébként jelen volt 63 nyarán Moszkvában, amikor a kínai szovjet tárgyalásokra sor került, és azt mondta, hogy a süketek párbeszéde zajlott. Mind a két fél mondta a saját mondókáját, érvrendszerét, és elbeszéltek egymás mellett. Azután ez már a kulturális forradalom időszaka, amikor az amerikai imperializmus mellett már a szovjet revizionizmus is a megsemmisítendő ellenségek közé tartozott. Itt kifejezetten a szovjet revizionizmus ellen szólít ez a plakát, és a végére még két kép. Itt Liu Shaoqi és Deng Xiaoping meg van nevezve, ez a motivum, ez hasonló. Itt az előtt szovjet vezetőket lehet fölismerni, Gromykot, Kosygint, itt pedig Liu Shaoqit és Deng Xiaopinget, és itt pedig meg is nevezik, hogy alapos politikai, ideológiai és elméleti kritikának vessük alá a kínai Hruscsovot, aki Liu Shaoqi volt. Ennyit szerettem volna egy illusztrációként a végére. Köszönöm szépen!